Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! Ez itt a program, Dobrev Klára árnyék kormányának programbemutató sorozata. Országszerte számtalan nagyvárosban személyesen is találkozhatnak velünk, és itt a DKTV YouTube csatornáján is hétről hétre elmondjuk, hogy milyen lenne egy szociáldemokrata kormányprogram, mit tervezünk mi a különböző szakterületeken, hogyan változtatnánk meg a jelenlegi nem túl rózsás helyzetet, mert gyakorlatilag minden területre elmondhatjuk ezt. Így van ez a környezetvédelemmel is, Kocsis Szake Olivio, környezetvédelmi árnyékminiszter van itt velem. Szervusz! És hát elmondjuk először is azt, hogy honnan indult ki az árnyék kormány a programalkotása kezdetén. Hát egy műhelyet alapítottunk, és rengeteg szakértővel konzultáltunk. A műhelyet azért alapítottuk, hogy mindenki, akár egy egyszerű szimpatizáns is bele tudjon szólni az árnyék kormány programjába. Hát ez is már egy óriási különbség az Orbán kormányhoz képest. Van, ez egyik különbség a sok közül, illetve hát szakértőkkel is természetesen konzultáltunk, hiszen fontos az, hogy megalapozott legyen az, amit mondunk, ne csak a levegőbe pufogtassunk, és így állt össze az árnyék kormány zöld programja is, amire nagyon büszkék vagyunk, de még ez a konzultáció folyik, a vita program folyik, ugye ismertettük a főbb elemeket egy héttel ezelőtt Komlón, és továbbra is várjuk a javaslatokat és ötleteket ezzel kapcsolatban, és szeretnénk, hogy egy nagyon felkészült állapotba kerüljünk az év végére. Hogyha belegondolunk, igazából ez a terület jellemzően az a terület, ami esetében még csak nem is tudjuk azt mondani, hogy másként, zöldebben, nagyobb odafigyeléssel csinálnánk, mint az Orbán kormány, mert hogy gyakorlatilag az Orbán kormány semmit nem tesz ezen a területen. Miközben ez megbocsáthatatlan bűn, és a szó tényleg igaz értelmében, hiszen a klímaváltozás, a környezetvédelem az nem valami jövő utáni, nem is tudom mikor bekövetkező vélelmezés, hanem konkrétan a hétköznapi életünknek a része kell, hogy legyen. De hát a kormánynak erre, az Orbán kormánynak nincs programja. Mik azok a területek, amin azonnal változtatna egy szociáldemokrata kormány, mondjuk el? Hát így van, tehát a Fidesz eddigi politikáját úgy is lehet jellemezni, hogy klímagyilkos, tehát inkább rátesz egy lapáttal az éghajlatváltozásra, és kevésbé annak érdekében cselekszik, hogy megelőzzük, vagy lassítsuk a klímaváltozást. Hol kezdjük? Hát elsősorban az első és legfontosabb lépés az, hogy kell egy ilyen minisztérium, ami ezzel foglalkozik. Tehát az maga elmondja azt, hogy a Fidesz mit gondol a környezetvédelemről, hogy nincs ilyen minisztérium, megszüntették. Még a rendőrminiszternek se adták oda ezt a portfóliót. Így van, így van. Hát szétszórták öt helyre, teljesen elveszti az ember a fonalat ellenzéki politikusként, hogyha meg akarja találni a felelősöket, hogy ki felel miért ebben a kormányban. Egyébként jellemző is, hogy ami a természetről meg az emberről szól, annak nincs minisztérium az Orbán kormányban, ugye nincsen egészségügyi minisztérium, nincsen oktatási se, és ugye környezetvédelmi se, ami inkább szomorú, úgyhogy ez csak egy ilyen pikáns dolog. Tehát az első és legfontosabb, hogy kell egy minisztérium, amely szabályozza ezt a területet, az egész kormányzati gondolkodást a fenntarthatóság egyébe kell tenni. Onnantól kezdve, hogy akár a kormánytagok milyen kocsival járnak, egészen odáig, hogy például zöld közbeszerzést csinálunk, tehát olyan cégekkel próbálunk közbeszereztetni állami intézményekbe, akiknek zöld termékeik vannak. Tehát át kell, hogy hassa az egész kormányzati szellemet, kormányzati cselekvést, a zöld gondolkodás és a fenntarthatóság. Ez az első lépés. A második lépés, az pedig nyilvánvalóan, tehát hogyha a kibocsátást akarjuk csökkenteni, akkor két nagy terület van. De várjál, tehát erről még fogunk beszélni, hogy mit tennénk mi. Most azokat az alapokat nézzük meg, amire azt mondjuk mi szociáldemokraták, hogy ez így tarthatatlan. Tehát mi a legégetőbb probléma, amivel a jelenlegi kormányzat egyáltalán nem foglalkozik. Egy kormányváltás után Dobrev Klára kormányának viszont kötelessége foglalkozni vele. Igen, ezzel akartam folytatni, hogyha röviden kell kifejezni, akkor azt mondom, hogy teljes szemléletváltás kell abban, hogy kit segítünk a zöld átállásban. Jelenleg Magyarországon az a helyzet, hogy csak inkább a jómódúak tudnak zöld beruházásokat elindítani. Nincs kinyitva ez a zöld lehetőség mindenki számára. Ezen kell változtatni, hogy mindenkinek legyen lehetősége napelemet szerelni a házára, mindenkinek legyen lehetősége energiahatékonnyá tenni a lakását. Aki
le akarja váltani a súlyosan szennyező dízelkocsiját, az kapjon érdemi támogatást. Ne úgy, mint most, hogy ha jól tudom, akkor egy 10 milliós kocsihoz kapnak 2 millió forintot. Tehát aki már megengedheti 15 millió, tehát hogy aki megengedheti magának már amúgy is, az kap támogatást. Pont ellenkezője kell, tehát az emberek nem azért rakják le a dízelkocsit, mert nem akarják, azért, mert nem tudják lerakni. Ebben kell egy kormánynak, a következő kormánynak szociáldemokrata alapon segíteni az embereknek az átállásban, a zöld átállásban. Hát mindjárt elmondjuk, hogy mit is tennénk mi, mit fog tenni Dobrev Klára kormánya a jövőben a környezetvédelem területén, de előtte nézzük meg, hogy Dobrev Klára árnyék miniszterelnök mit mondott a környezetvédelmi program bemutatónkon. Akkor azt fogják látni, hogy a világban mindenütt, és különösen az Európai Unióban már évtizedek óta egyre jobban és jobban átállnak a megújuló energiaforrásokra. Mindenki azon gondolkodik, hogy hogyan tud napenergiából, szélenergiából, vízi energiából egyre többet és többet előállítani. És van egy miniszterelnök, akit ez nem érdekel. Van egy miniszterelnök, akit egész egyszerűen nem hajlandó azzal foglalkozni, hogy hogyan lesz Magyarországon tiszta, fenntartható és olcsó energia. Már Romániában is magasabb a megújuló energia aránya, mint Magyarországon. Ezt a kifejezést, hogy már Romániában is, majdnem minden alkalommal elmondom. Mert ha oktatásról van szó, adórendszerről van szó, életszínvonalról van szó, GDP-ről van szó, és most, amikor környezetvédelemről van szó, akkor már Románia is megelőzött minket. Szégyellje magát ez a kormány. Hát akkor menjünk sorba. Hogyan lehet igazságossá tenni a zöld átállást? Lehet? Természetesen szociáldemokrata alapon, ez az, amiről az előbb beszéltünk, akkor nem is, nincs is más választásunk. Tehát, hogyha a zöld áttörést akarunk elérni, akkor az csak úgy fog menni, ha igazságos, magyarán mindenki számára elérhető a zöld átállás, tehát nem csak a felső középosztálynak, hanem az alsó középosztálynak, a rászorulóknak is van lehetősége bekapcsolódni a zöld átállásba. Nem is tudunk másképp sikert elérni, hiszen csak akkor lesz sikeres a zöld átállás, hogyha a társadalom többsége zöld megoldásokat használ. Hogyha csak egy szűk csoport, akkor nem fogjuk elérni például azt a klímacélt, hogy 2050-re klímasemlegesek legyünk. Mondjuk el azért a részleteket. Szerintem a többség, aki most néz minket, vagy aki bármikor is a környezetvédelemmel, klímavédelemmel egyáltalán találkozik a hírekben, akkor elsőként a napelem jut eszébe. De hát ennél több egy zöld átállás. Tehát milyen lépései, vagy milyen állomásai vannak a napelemen kívül még egy ilyen zöld átállásnak? Abszolút, ez egy hatalmas komplex rendszer. Ezért is mondtam, hogy a kormányzati politikában is mindenhol érvényesülnie kell. Ugye, ha kibocsátást nézünk, és ebből kell kiindulnunk, hiszen ez a cél, hogy minél kevesebb legyen a károsanyag kibocsátás, amely előidézi az éghajlatváltozást, akkor két terület van, ahol lépni kell. Az egyik a energiaszektor, ezen belül is a lakossági energiafelhasználás, erről fog majd mindjárt bőven beszélni. Nyilván az ipar is nagyon fontos, azzal is foglalkozni, a másik pedig a közlekedés. Ez talán a két legfontosabb eleme. Ugye a lakossági energiafelhasználásnak egy jelentős része a fűtés, illetve hát a villamos energiahasználás. Ezt kell csökkentenünk. Ez viszont egy lehetőség is, mert hogyha csökkentjük az energiafelhasználást, akkor kevesebb lesz a rezsi, olcsóbb lesz a rezsi, az embereknek több pénzük marad másra. Ennek egyébként egy külön adást szentelünk majd Varjú László árnyékminiszterre. Igen, tehát a legolcsóbb energia az, amit nem használunk föl. Ezért egy hatalmas nagy energiahatékonysági programot kell elindítani. Energia hatékonyá kell tennünk az összes társasházat, összes házat, amennyire csak lehet, nyilván amelyik rászorult. Tehát az utóbbi években építettek már jól szigetelt energiahatékony épületeket, de Magyarországon körülbelül 4.500.000 háztartás van, amiből 3 millióra rászorulna. Ugye itt a panel házakra gondolok elsősorban, meg a kádárkockákra. Ez az, ami egyszerű, mert nagyjából ugyanúgy néznek ki, hasonló technológiával lehet őket energiahatékonyá tenni. Ugye mit is jelent ez? Szigetelést jelent, ajtónyilászárók cseréjét jelenti, napelem felszerelés jelenti, és ami egy új elem, a fűtés rendszernek a korszerűsítését. Olyan fűtés kell kialakítani, olyan fűtési rendszer, ami alkalmas arra, hogy villamos árammal is működjön, mert úgy tűnik, hogy ez a jövő. Különösen, hogyha az ember otthon megtermeli. Így van. Illetve még arra, hogy ugye a klímaváltozás hatására egyre melegebb is van nyáron, hogy hűteni is lehessen, és ne csak fűteni. Ez egy óriási állami projekt lenne, és ennek az lenne a lényege, hogy ez önrészlékű lenne mindenhol.
valahol. Tehát az embereknek ez nem kerülne egy fillérbe se. Van olyan a világon, ahol ez már működik, és önrész nélkül? Vannak példák, természetesen. Ausztriában is vannak ilyen projektek, és Németországban is vannak ilyen projektek, de Magyarország annyira le van maradva, hogy nekünk bele kell húznunk. Tehát nem érünk rá arra, hogy olyan emberek, akik össze tudnának gyűjteni pár éven belül erre keretet, azokra várjunk. Éppen ezért az államnak kell ebbe beavatkozni. Van is erre keret. Az Európai Uniónak rengeteg ilyen alapja van, ami azt szolgálja, hogy erre lehet pályázni. Illetve hát nyilvánvalóan az államnak is a saját költségvetésből bele kell szállnia, hiszen ez mindenkinek megéri. Az államnak is megéri, annak is megéri, aki a lakásban lakik, hiszen kevesebb lesz a rezsiszámlája, értékesebb lesz a lakása. Hát a gázzal és olajjal kereskedőknek nem éri meg. Így van, egy elég komoly lobby tevékenység lesz majd ez ellen, erre föl kell készülni, nem csak a Fidesztől, hanem igen, az olaj lobbitól is, de azt gondolom, hogy nekünk a lakosok érdekeit és az emberek érdekeit, illetve a klímaváltozást kell nézni. Hát, hogy a bolygónk érdekeit. Így van, nekünk ez a fontos. Ugye ez a lakossági energiaszektornak az átalakítása, ami egy óriási feladat, tehát és ez egy hatalmas nagy gazdasági vállalás is, rengeteg munkahelyet teremtene, rengeteg vállalkozónak teremtene lehetőséget, de majd erről Varjú Laci kollégám tud bővebben beszélni. A második nagy kibocsátó a közlekedés. Itt is rossz irányba haladtunk az elmúlt években. A közlekedésnek a károsanyag kibocsátását úgy lehet csökkenteni, hogyha a közösségi közlekedést fejlesztjük, és azon belül is a kötött pályás közlekedést. Ugye, mit látunk napokban? A vasút működésképtelen, lekapcsolnak minket az európai vasúthálózatról, tehát ezt is elhanyagolta a Fidesz. Ebbe is óriási projekteket kell elindítani, vasútfejlesztés, vasúti szállatmányozásnak a fejlesztése, és ahol lehetséges, ott pedig a szállítmányozást áttenni elektronikus útra, elektronikus terautókkal, elektronikus kocsikkal ezt a szállítmányozást, és ezt államilag támogatni. Tehát ez a két nagy projekt, amit végig kell vinni. Egy elektromos jármű azért még óriási kilométer távolságokat nem tud megtenni. Fel kell építeni egy olyan, ez már Európai Unió most indította ezt a projektet, amely lehetővé teszi egy nagyon sűrű töltőállomás lefedettséget az országban. Ez nyilvánvalóan nem egyik évről a másikra fog kialakulni ez a projekt, ez talán mondhatnám egy évtized vagy évtizedes projektek, a lakásfelújítás is, de el kell kezdeni, mert óriási lemaradásban vagyunk, és hát már most a 24. órában vagyunk, hogyha a klímaváltozás kapcsán a nettó klímasemesség és klímasemlegességet el akarjuk érni. Sokszor kérdezik tőlünk, az Árnyék kormány tagjaitól, és szerintem teljesen jogosan, hogy bármikor, bármit, bármilyen szakterületen mondunk, na jó, de hát miből? Mindaz, amit most a környezetvédelemmel és a klímavédelemmel kapcsolatban elmondtunk, akár az önrész nélküli zöldítése az otthonoknak, akár a járműparkoknak, a közlekedésnek a kötött pályás áttétele és modernizálása, erre mind elegendő az uniós pénz? Vagy lenne elegendő uniós pénz? Nem mind elegendő, nagyon nagy részét uniós pénzből lehet finanszírozni, de természetesen az államnak is be kell ebbe szállnia, de hát itt a prioritásokat kell nézni, és hát nem hülyeségekre költeni, mint amit ez a kormány csinál. Most hát akkor sorolhatnánk csak a legutóbbit, ugye, amikor a Vodafont vették meg, és most a repteret akarják megvenni, amit nem látjuk, hogy ez mi lesz ebbe az emberek érdeke. Mert abban látjuk, hogy mi az emberek érdeke, hogyha felújítjuk a lakásukat, kevesebb lesz a rezsi, értékesebb lesz a lakásuk, vagy a károsanyag kibocsátást csökkentjük azzal, hogy új vasútvonalakat, új metróvonalakat építünk, de a másik projektekben nem látjuk ezt. Úgyhogy van pénz, van keret rá, és ezek érezhető különbséget fognak jelenteni pár éven belül, hogyha ezeket elkezdjük, és még egyszer mondom, egy gazdaságfelhajtó hatása is van, tehát ettől meglendülne a magyar gazdaság, a magyar embereknek rengeteg új munkahely nyílna ki, nem az akkumulátorgyárakban dolgoznának, hanem egymás lakásán és házain dolgoznának. Azért ez egy sokkal jobb munkának tűnik. Elég nagy különbség. Köszönöm szépen. Önöknek is köszönöm a figyelmet. Jövő héten is folytatjuk a következő szakterület ismertetésével. Addig is viszontlátásra.